készült velem egy hosszú-hosszú életút sorozat. Ezt a Szegedi Egyetemen készítették, vagy 8 vagy 9 napon keresztül dolgoztunk rajta. Még soha életemben nem mondtam végig az életemet az elejétől a végéig. Ez számomra is egy kaland volt, olyan értelemben, hogy mennyi kanyar, törés, zuhanás és újrakezdés volt az életemben. Azon gondolkodom, és arra inspirál engem, hogy ha egyáltalán tollat veszek még a kezembe, akkor ezekből az emlékekből egy novellás kötetet még szeretnék megírni. A legnagyobb megdöbbenésemre értesítettek arról, hogy a Magyar Művészeti Akadémia nekem ítélte oda az I. és Gyula díjat, melyet első ízben adnak ki. Hát persze természetesen örülök, nagy megtiszteltetés, de hát legalább annyira nagy megdöbbenés is, mert világ életemben magányosan kóboroltam az irodalom útvesztőiben, és világ életemben minden tabut és minden divatos kánon, minden tabunak és minden divatos kánonnak fittyet hánytam. Nem tudom pontosan, hogy ez a díj, ennek a díjnak mi az indoka, mert azt nem hozták a tudomásomra, de gondolom, hogy nem csak a szuvenír, hanem egy kicsit azért, hát vannak más könyveim is, de kétség kívül ugye, hogy talán a szuvenír volt életem legnagyobb vállalkozása, 8 évig írtam, és ugye ez a szörnyregény, ahogy én mondom, szörnyregény, vagy regényszörny, így mondom inkább, talán így a helyes, tehát ez a regényszörny, ez egy 1000 oldalas könyv, nem csak 56-ról szól, hanem a történelemről szól, az megelőző 70 évről, mert a 56-hoz vezető emberi sorsok nélkül nem lehet 56-ot megérteni. Hosszú-hosszú éveken át, de talán már egészen máig, azt hallom, hogy nem volt semmi az asztalfiókokba 1990-91-92 körül. Hát akkor megkérdezném, hogy Hanvas Béla nem volt az asztalfiókokba? Nekem is volt. Ott volt a Szamurájuk az első regényem, a kádári konszolidációról, az úgynevezett kádári konszolidációról lehúztam a leplet. A forradalom 10 éves évfordulóján 1966-ban zsúfolásig voltak a börtönök politikai foglyokkal, köztük én is. Ezt írtam meg ebbe a Szamurájuk című regényemben. De a fiókban természetesen nincs semmi. 89-ben jelent meg ez a regény. A mi kis forgatócsoportunk csinálta meg a Korvin köziek történetét. A legfontosabb forradalmi csoport volt. Ez volt a forradalom szíve. Senki más meg nem csinálta ezt. Dobozban van, egy szó nem esik róla. Igaz, mindent a hazáért. Igaz, hogy ez 1993-ban a Királyi Egyes bemutatta, de aztán szépen eltették lábbalól. Arra szívesen beszélnék, hogy mennyire sajnálom azt, hogy megszűnt a Szép Irodalmi Könyvkiadó. Én ott indultam, ő náluk jelent meg az első kötetem, és az a két kötet, az első két kötetem, az gyönyörűen meg volt csinálva, szépen gondozva volt, el volt helyezve a könyvesboltokba, kint volt a kirakatokba, nem rajtuk múlott, eljutott valameddig, addig, ameddig. Egész jó kritikákat kaptam a Szamurájokért, Határgyőző írt róla a londoni Time, mindegy, és aztán azt elmondta a Szabad Európán,
hihetetlen nagy elégtétel volt ez nekem, mert azon a napon hallottam, amikor meghalt Kádár János, képzeljétek el, július 6-án hangzott el Határgyőzőnek ez a kritikája erről a könyvemről. A szamurájukról, az első regényemről. És a Neue Zürcher Zeitungban is megjelent egy egész jó kritika akkor, tehát elég jól indultam. De ez a kiadón is múlik, hogy szép legyen a könyv, hogy jó szerkesztett legyen a könyv, hogy ne legyen tele hibával, hogy ne a szerzőnek kelljen rohangálni mindennel, meg kiállni a sarokra és árusítgatni. Hát most visszamegyünk a 20-as, 30-as évek, mikor József Attila házolt a köteteivel. Nevetséges. De bizakodjunk abban, hogy előbb-utóbb ez a kérés meghallgatásra talált. Fel kell érni a politikusoknak ésszel, hogy milyen fontos a művészet, hogy ami a beszédemben is el fog hangozni, majd a díjátadáskor, hogy a Ravennába a műemlékeken kívül csak Dante sírjához mennek el. Senkit nem tudnak megnevezni a turisták a korabeli zsarnokok közül. Ezek nullák, semmi. Csak a műemlékek léteznek, az írók léteznek, a költők léteznek, a festők léteznek.